Szép jó hajnalt mindenkinek! Torin vagyok, ez pedig a Pathfinder Wrath of Righteous folytatása. Lássuk. Hát... talán ezt még összeszedjük. Fölösleges. No! És akkor a kérdés, hogy hova? Vissza tudunk menni a fogadóba. Nem mehetnénk a rituálé helyére, de különösebben az nem izgat. És szerintem vissza a fogadóba. Ott leadjuk a drótot, hogy jön a támadás, meg elvileg majd tudunk pihenni is. Mindenki gyógyul, visszakapja varázslatait, meg talán valamennyire lejár az a probléma. Ó, kaptunk egy random succubust. Meg egy másik izét. Hogy egy 8. szintű succubusról van szó. Oké. Okay. Akkor te dobj egy áldást. Úgy nyitásnak. Oké. Nem állunk jól. Te mit tudsz itt varázsolgatni nekem? Hát igazából ezek most nem kellenek. Smite Evil. Az még jól jöhet. Ja, nagyon nem smite-oltad. Te mit tudsz tenni? Van neki ez a varázsfegyvere, egy picit segíthet. Igazából valószínűleg ezt a kicsit kellett volna kiszedni hamarabb, és akkor picit egyszerűbben vagyunk. Van-e még valami gyógyításunk, ami hasznos? Nem nagyon. Masterwork fegyver, azt azért marjuk fel. Annyival legyünk beljebb. Aztán remélem visszaérünk a táborba, mert egyébként bajok lesznek, ha még egy ilyen hasonlóba belefutunk. Akkor azért nem annyira lesz mókás a helyzet. No. Akkor először alszunk, hogy mindenki gyógyuljon. És utána nézzük meg ezeket az egyéb akciókat. Hát valószínűleg még kidobáljuk persze a kereskedni valókat. Hát például milyen random loot van még. Nem lettünk előrébb. Random túlélők. Lehet, hogy itt volt valahol egy kovács, vagy valami ilyesmi. Jó. No, tényleg mit találtunk? Marching Terror. 21-es csoda. Hát... igazából nem vigasztal senkit. Eladjuk a relatív drága cuccainkat.
Te mi vagy? Bárkinek ezek jók. Nem hiszem. Úgyhogy igazából ezeket szerintem kukázzuk. Hát ezt csak azért martuk fel, hogy eladjuk. Ezeket is elsősorban eladni. Szedtük fel. Hát ezt valamikor rendezni kéne az összes italt, meg receptet, meg mi egyebet. De hát majd. Na, adjuk el, akkor van 6000-ünk. Például neked milyen jó fegyvert lehetne itt találni. Finesz, stb. Amikor mellé megy. Következő találata, következő sebzés az pluszos. Igazából egy nem egy rossz sebzése van azzal. Azzal a plusz egy D6-tal. D8, Masterwork, Cold Iron, vagy D10 plusz 2, tehát 3-12 a 2-9-ről, és esetleg bónusz. Ez még meggondolandó, a nagy részét elvinni a zsetonunknak, de nem egy rossz darab. Plusz 2-es nyílpuska, csak méreg drága. Kéne nyílpuska, könnyű nyílpuska plusz 1-es, az se rossz. Neked mi kéne? Neked valami rapírféle kéne, mi? Ilyen egyéb hasznos eszközök vannak itt. Akkor úgy érzem, ez az egyetlen, amit fölmerülhet. Jó, a smasher még jól hangzik. Plusz 2, nekrotik, stb. De az marad drága. Annyim nincs. Nincs, még egy ezrest kéne valahonnan kalapálni. Igazából nem olyan reménytelen. Azt hiszem. Ha van még itt valami komolyabb ital. Csecsebecsék, amiket így csak úgy ki lehet szórni. Igazából nem fogunk italokat gyártani. Úgyhogy szerintem ezt mind eladjuk. Főleg, hogy akkor meg lesz a lószeg a zseton. Megmondom őszintén, ezek a ital és egyéb gyártások nem izgatnak. Úgyhogy passzintsuk el őket. Azért némelyik egész értékes. Ja, és akkor így meg tudjuk venni azt a fegyvert. Másra gondolom nem futja. Jó kis plusz egyes pajzsok egyebek. De azért ez kihozott nekünk egy hasznos fegyvert.
Esetleg, ha... Ja, hogy az kétkezes. Az már más kérdés, hogy kétkezesként akarom-e. Mert úgy már nem annyira jó. Csak ez nem volt egyértelmű, hogy ez kétkezes. Nem baj, akkor is megtartjuk. Munkásan néz ki. Csak így már nem annyira jó. Így már határozottan nem annyira jó. No, mindenképpen pihenünk. Ajj, és az az első lépés. Ha megtaláljuk az ágyunkat. Aztán megdumálunk azzal, akivel dumálni lehet. Előtte viszont meg lehet tanulni azokat a recepteket. Nem tudom, hogy hasznosak-e, de tanuljuk meg azt a pár receptet. És akkor tudunk készíteni majd valamilyen kajákat, ha minden igaz. Nincs alkimista, nincs mi egyéb. Oké, és miért akar ez két napot aludni? Próbáljunk... Ja, mert... ahogy hívják? Ez a nem tudom micsoda, az annyit akarna. Most komolyan... dumálgatnak, hogy mi van. Jó. És akkor mindenki happy. Amennyire happy lehet. Jó. Kivel kellene dumálnunk itt? Beszéljünk a Nanióval. Már csak meg kéne találni. Wuhú, kaptunk 60 XP-t. Jó, csináljunk úgy, mintha nem lenne teljesen elborult. No, kaptunk egy új questet, helyes. Azokért vagyunk, nem pedig a végtelen szövegért. Nyilván érdekes lenne, de azért egy ponton túl felejtsük el. Mit akar találni? Ez mondjuk jó kérdés.
szuper titkos akármi. Na jó. Na jó. Na jó, hát azt hiszem ez ennyi volt. Van-e még valaki, akivel itt bumálni kéne, azon kívül, hogy meghozni a jó hírt, hogy kikémkedtük a... dolgokat. Irabettel dumálni kéne. Csak az a kérdés, hogy ő merre van. Lant látom, Aneviát látom, Irabetet nem látom. Ott van! Na hát nagyon szép és jó, hogy millió emberke van a táborba. Csak nem lehet így látni a karaktereket, akivel beszélni kell. Oké. Hát ettől nem lettünk sokkal előrébb. Majd egyszer meg lesz. Meg lehet nézni a könyvtárat. Hát akkor azt hiszem itt az ideje, hogy megnézzük azt a könyvtárat. Plusz keressük meg ezt a nem tudom kicsodát. De azt nem tudom, hogy hol kéne megtalálni. Ha csak nem azzal, hogy sétálgatunk és előbb-utóbb szembe jön. Kitellik, hogy alapvetően ez a megoldás. Jó. Hát a teljes csapat megy, olyan amilyen. Kicsit kevesebb hatékonysága lesz így a tankolásba, de talán jobb lesz harcban. Több sebzést tud okozni. Merre van a másik? Mennyire végtelen messzeségben van, nagyon messze. Hát először menjünk el a könyvtárhoz, jobb híján. Hogy egy jó kis négyugrás sétácska. És ugye ehhez is át kell menni a központon, mindenhez át kell menni. Ó, felakasztott kultista. Ezt nézzük meg. Persze, hogy begyűjtjük, bár olyan nagyon nem voltunk előrébb vele. Elveszett zsák. Gyűjtsük be. Mondjuk
annyira nem vagyok oda ezekért a random talált cuccokért. Eladni való legfeljebb a hasznuk. Aztán majd kiderül. Csaleb. Találtunk egy csalebet. Meg egy könyvet is találtunk. Crusaderek mindenfelé. Az mit tud? Sima kama. Akkor megmondom őszintén, az nem kell. Tekercset fölmarjuk. No, ki vagy, mi vagy, Caleb? Oké, mennyire vagy reménytelen. Oké, úgy látom, egyre több és több titkot tudunk meg róluk. Atlétika. Valami egyéb lépés. Oké, leütöttük. They will break against our resolve. És visszateleportáltunk. Negyedik szintű. No. Hát az csúnyán lebuktatta. Jó. Jó, hogy azt még likvidálni kell a földön fekvő ellenfelet. Ott vannak a foglyok, meg a storyteller, meg mindenki. Jó. Mit akartam? Valakinek van itt egy tartós varázslata. Amit nyugodtan lehetne. Ez a Mage Armor. Mondjuk... Igazából földobhatja magára. Ha egyszer órákig tart. És akkor annyival előrébb vagyunk. Na, van nála egy komolyabb harci kalapács. Már csak 39.999 kell, ugye? Nyilvánvalóan. Hogy meglegyen a készlet. Ó, egy fölgyújtható készlet. Ital. Biztos, hogy semmi gonosz terv nem volt velük. Na jó, engedjük ki őket. No, mesemondó, mit tudsz?
Jó, dumcsizzunk. Oké. És Clem akar csatlakozni, ha jól értem. Kerültek ebbe a mókás kis csapdába. Látom, mindenkit visszaküldünk a táborba. Jobb híján. Jó. Hát random lootok, meg itt ott volt egy pár egyéb érdekesség is. Azt hiszem, bár a legnagyobb. Ja, hogy tanulhatna könyvekből, tekercsekből varázslatot. Na, dobjon egy 24-es arkánát valaki. A success worthy of praise. Nem csekély méretű probléma. Follow if you dare. Gondolom az ugyanaz a akármi, és ez miféle páncél, teljesen haszontalan. Hát ez nem volt egy nagy. Hol tudok kimenni? Ezek szerint akkor megyünk vissza. Ez ennyi volt, ez a szakasz. Annyira nem nagy baj, csak mondjuk lehet, hogy nem ide jöttem volna egyből, de belefér. Storytellerrel dumcsizzunk. Elvileg tőle most megtudhatunk dolgokat. Vagy nem, majd kiderül. Kaptunk egy gyűrűt tőle, helyes. Gyűjtöget információt. Hát nem fogom elolvasni ezt a vége láthatatlan szövegsöveget. Ha nem vették a fáradtságot, hogy felolvassák, akkor nem olyan fontos. Ezt nem tudták jól ütemezni. Ahhoz túl hosszú, hogy csak úgy elolvasgassuk. Jó. Gregorizomba akar ő is eljutni. Mindenki oda szeretne. Adtunk neki egy random papírlapot.
Jó. Hát ezzel korlátosan vagyok kisegítve. Kérdés, hogy az a Caleb az itt van valahol, vagy felszívódott. Már ha lement a lenti egyen lejjebbi szintre, akkor ki tudja hol van. Hova lesz, mi lesz vele. Tényleg nézzük meg azt a harci kalapácsot, bár igazából nincs másik, aki használná, mint a nagy darabunk, már pedig ő nem fogja használni. Neki sokkal mókásabb fegyvert találtunk. Úgyhogy akkor azt hiszem megnézzük még azt a rezidenciát. A elfek terepét. De előtte vissza tudunk menni ide a főtérre. Random rajtaütés. Az nem olyan hír, hogy ezek már kettesével járnak. Into the fray. Te most miért mozdultál el egyáltalán? Na hát ebből a random rajtaütésből több sérülést gyűjtöttem be, mint a... Egy egész, ha nem vittett túlzásba. Ezt a Lay on Hand-et. Valami hasznos gyógyításszerűség? Nem, abszolút nincs. Az még túl használható lenne. Hát akkor kénytelen vagyok gyógyítalokat szürcsölni. Ebből a hasznos dologból. Hát ez nem érte meg. Ez a találka. Ez kimondottan káros volt. No, hát lássuk itt mit találunk. Ugye meg kéne nézni, ahogy ahol meghalt a sárkány. Ha jól értettem a feladatot. Mindjárt megnézzük pontosan, mit szeretne. Jó, hát ha valami a halálának helyszínén van. Mondjuk, hogy azon belül hol volna, az fogalmam sincs. Úgyhogy nem tudom, hogy hova kéne mennünk. Miután alapvetően az egész terepet kitakarítottuk.
amennyire emlékszem. Azért mentsünk, mielőtt esetleg valami furcsaságba belefutunk. Tipre a túloldalon lesz. De ki tudja. Hogy itt volt még egy út. Ahova nem mentünk el. Múltkor. Oké. Akkor még kimondottan hasznos is, hogy visszajöttünk. Ugye a múltkor átmásztunk itt a terepen. És ti itt vagytok. Hurrón! Ja, nem, mert nem vagy túl érdekes. Hello. Na, van még kedved nyikorogni? Hát ez jó kérdés. Ó, oh, öljük meg, milyen kedves. Jó, hát ez láthatóan haszontalan. Nem vagyok gyilkos, úgyhogy nem fogom föltrancsírozni, de egyébként körülbelül olyan jellegű a hozzáállása, hogy megérdemelné. Follow if you dare. Ó, mit látok ott? Azt hiszem ezt kerestük. Nyilván mindenképpen a jövőt nézzük. A múlt nem érdekes, a jelenben meg ott vagyunk. Úgy látom, mindegyiket meg kell nézni. Találtunk egy
furcsaságot. Azt sem tudom, hogy melyik úton vagyok. Oh, hello, Dredge. De az a világító fegyver az nekem szimpatikus. Jellemző. Még első szintű. Ilyen nagyon nem izgattak föl. De azért elkerülhettük volna a harcot. Kivéve, ha ez egy mágikus fegyver. Ne, de... Akkor az mondjuk azért nem hangzik olyan rosszul. Az úgy már nem hangzik olyan rosszul. Valakinél volt egy jó kis... Ötven pontos elkerülhetetlen sebzés. Oké, ez egy mókás. Mókás kis eszköznek tűnik. Ötven pont garantált sebzés. Az úgy azért... Csak úgy becsusszan. Tényleg mi volt az a kard, vagy tőr, vagy akármi? Jó. Mágikus eszencia. Cure Light Wand, az mondjuk hasznos lesz. Inflict az van bőven. Van-e még itt valaki a... Ama. Oh, hello, kedves kis vérpamacs. Don't hold back. Igen, kedves kis vérpamacs. I do what I must. We are the light. They are the darkness. The spirits demand your blood. Jó, legalább nagyjából föl lehet szecskázni őket. Nem úgy, mint a múltkor, amikor még támadni se lehetett őket. Nem hogy rendesen sebezni. Nem, semmi igazán érdekes nincs. Patkányokon kívül. Az meg annyira nem érdekes. Menjünk itt föl. Hát, ha találunk valamit. Komolyabb csatapaté volt itt. Hát egy kedves idegen. Ki vagy idegen? Oké. Két tolvaj, vagy valami egyéb.
Van esélyünk, elég jó. Ezt hogy kirángatjuk? Vagy nem? Majd kiderül. Összejött. Aha. Ja. Na jó, elküldjük. Valamire föl lehet használni még az efféle tolvaj népséget is. És azt hiszem mára egyenlőre ennyi, innen folytatjuk.